Ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Ritát halljátok, és ebben az órában Egyiptommal foglalkozunk, illetve azzal a hírrel, hogy a héten meghalt Hosni Mubarak, akit pragmatikus diktátorként, illetve modern fáraóként is szokás emlegetni. Köszöntöm a vonalban Csicsman Lászlót, közel-kelet szakértőt, a Corvinus Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye Hosni Mubarakról szeretném elsősorban kérdezni így a műsor elején, hogy ki is volt ő, milyen a megítélése neki Egyiptomban. Ugye 30 évig uralkodott, ha jól tudom, Egyiptomban. Miket tett ez alatt, ami mondjuk az egyiptomi társadalmat felemelte, vagy mi olyan dolgot tett, ami inkább hátrányára vált az országnak? Hát én azzal kezdeném, hogy Hosni Mubarak Egyiptomban, akárhogy is nézzük, jelenleg egy megosztó személyiség. A lakosság egyik fele alapvetően úgy látja, hogy ő egy pozitív figura volt Egyiptom 20. századi történelmében, hiszen stabilitást hozott abban az országban, amely most már egy 100 milliós lakossággal rendelkezik. Másik fele pedig hát alapvetően elnyomóként tartotta számon, ez különösen a 2011-es tüntetések során nyilvánultak meg ezek a vélemények. Hosni Mubarak ugye 1981-től áll elnökként az ország élén, és a 2011-es arab tavasz söpörte el az ő hatalmát, tehát közel 30 évet töltött az elnöki pozícióban, és egyébként egy viszonylag klasszikusnak mondható politikai pályát futott be, amennyiben ez elsősorban egy katonai pálya volt. Ugye Egyiptom történetében mondhatni tradíció, hogy a fegyveres erők nagyon jelentős politikai szerepet töltenek be, és a légierőnek volt a pilótája. Maga is részt vett háborús cselekményekben, így az 1973-as Jom Kipuri háborúban, amely megalapozza egyébként a politikai karrierét, hiszen nem sokkal ezután az akkori egyiptomi elnök, Szadat elnök alelnökké nevezte ki, és miközben Szadat a külpolitikával volt elfoglalva, de közben Mubarakra hagyta a napi ügyeket, így amikor 1981-ben hatalomra került, mondhatni már gyakorlott politikussá, vezetővé vált. Így van, ugye, és ugye az arab tavasz nyomán úgy azt lehet tudni, hogy a tábornokai buktatták meg. Ennek mi volt a kiváltó oka? Ugye, ha 30 évig uralkodott, ön is mondta, hogy egy része diktátornak tartotta. Ez a társadalomnak melyik része, ha ezt meg lehet egyáltalán fogalmazni? Tehát ugye, mert így Európából nézve sokféle vezetőt tartanak diktátornak, akik a közel-keleti térséget vezetik, de maguk a polgárok nem biztos, hogy ezt így élik meg feltétlenül, hogy ez az ellentét miben nyilvánult meg, vagy miért? Hát a Mubaraknak a legfőbb ellenzéke egyébként már 81-től kezdve a mérsékelt iszlamista szervezet, a muszlim testvériség, amely hát egyfajta modus vivendit sikerült a 30 év alatt elérni, nevezetesen ez a szervezet kritizálta számos esetben Mubarakot, ugyanakkor politikai pártot nem alapíthatott a 30 év során. Lényegében az egyszerű embereknek a problémáit a mecset hálózaton és a karitatív tevékenységen keresztül a muszlim testvériség tudta érvényesíteni. Így amikor 2011-ben útjára indult a tüntetés hullám, ennek ugyan nem volt kezdeményezője a muszlim testvériség, de majd nagyon hamar ennek az élére áll, és a tiltakozó elsősorban emögé a csoport mögé sorakoznak fel, és hát végül is ez a szervezet ugye meg is nyeri egy évvel később 2012-ben az elnökválasztást. Mohamed Mursi személyében kerül az ország élére egy elnök, hát aki azóta ugye már meghalt a börtönben töltött évek alatt, hiszen Egyiptomban ugye 2013-ban egy újabb fordulat vetett véget Mursi hatalmának, és mintha visszarendeződött volna a rendszer. Azt is lehet ugye tudni, hogy az arab tavasz után Mubarakot elítélték, és életfogytiglant kapott, aztán pedig felmentették. Ennek mi volt a pontos kiváltó oka? Ugye azt lehet tudni, hogy rendőri erőszakot nem korlátozott, vagy nem akadályozta meg, hogy a rendőrök erőszakosan fellépjenek a tüntetők ellen. Hogyan zajlott ez pontosan?
Így van, tehát a pere az lényegében rögtön elkezdődik, ahogy menesztik a hatalomból, és egyébként tegyük hozzá, hogy a fegyveres erők, a tábornokai megpróbáltak nyilván egy ideig távolságot tartani tőle, hiszen hosszabb távra kellett gondolkodni, a fegyveres erők nem lehetnek népszerűtlenek Egyiptomban, és hogyha ennek az az ára, hogy Mubaraktól távolságot tartani a politikai változások során, akkor ezt az árat végül is a fegyveres erők megfizet. Így kerülhetett sor arra, hogy elkezdődött egy hosszú per, amelyben alapvetően több mint 200 ember haláláért teszik felelőssé, akik hát a tüntetőket, tüntetések során ugye több száz ember életét veszti, és alapvetően ezt írják a számlájára. Tudni kell arról, hogy a ezen évek alatt, amikor ő ellene folyik alapvetően ez a per, akkor már nagyon rossz egészségügyi állapotnak örvend, mert 2010-ben egy súlyos műtéten esik át Németországban, és rákos megbetegedéssel is kezelik, sőt 2012-ben újra is kellett éleszteni az egyik tárgyalását követően, kómába is esett, de hát ezt is túlélte, és tulajdonképpen 88 évesen engedik, tehát 3 évvel ezelőtt engedik szabadon, miután ugye visszarendeződik hát Sisi tábornok elnökké választását követően visszarendeződik a hatalom, utána lényegében szabadon élhet tovább, és ugye nagyon érdekes, hogy a temetési során a katonai temetést kap, egy 3 napos gyászt rendelnek el, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi hatalom nemhogy nem határolódik el Mubaraktól, hanem kifejezetten megköszöni a kvázi az eddigi tevékenységét, és nagyra tartja a korábbi elnököt. Ugye akik az arab tavaszt kirobbantották, illetve azok a fiatalok, akik akkoriban részt vettek ezeken a tüntetéseken, és az élére álltak az eseményeknek, azok a mai napig őt elítélik, és gondolom gyilkosnak tartják, vagy diktátornak, vagy egy negatív figurának. Így van, hát itt ugye ez az ifjúsági mozgalomról van szó, ami egyébként egy meglehetősen fragmentált több tucat csoportból állt 2011 tavaszán, ugyanakkor abban valóban egyetértenek, hogy Mubarakot egy negatív személyiségnek tartják, akár csak mondjuk Tunéziában Ben Alit, vagy Szíriában Bashar al-Assadot, és az eltávolítását és felelősségre vonását követelik. Én azt gondolom, hogy ez a mai napig nyilván nem változott, tehát az egyiptomi társadalomnak ezek elsősorban a fiatal, diplomás, bizonyos értelemben nyugaton szocializálódott réteg, ez kifejezetten nem támogatja Mubarakot. És ha egy kicsit eltávolodunk az ő személyétől, és maradunk ennél a diplomás rétegnél, az ifjúsági mozgalomnál, ma kit támogatnak a mai kormánnyal, tudnak szimpatizálni, aki most hatalmon van? Hát ugye Sisi tábornok bizonyos értelemben kvázi még nagyobb diktatúrát hozott Egyiptomba, mint Mubarak. Elég ugye arra gondolni, hogy míg Mubarak megtűrte a muszlim testvériséget egyfajta ellenzékként, addig már ez egy terrorista szervezetnek van Egyiptomban nyilvánítva, és ugye számos vezetője jelenleg börtönben van, vagy bujkál, és az egyszerű emberek is, akik támogatták, szintén nem fejezhetik ki a nézeteiket. Én azt gondolom, hogy most is van egy megosztottság, már csak azért is, mert ugye 2019-ben, tehát a tavalyi évben az arab világ szerte egy újabb tüntetés sorozat robbant ki, amelyet egyes szakértők már arab tavasz 2.0-nak neveznek, elhatárolva a 11-es tüntetésektől. Most ezek a tüntetések Egyiptomot is végső soron elérték, erről talán kisebb híradások voltak, mint a libanoni, vagy iraki, vagy algériai tüntetésekről, de Egyiptomban ősszel voltak megmozdulások Sisivel, illetve a kormánnyal szemben, elsősorban azt hangoztatva, hogy azokat a gazdasági, szociális problémákat, amelyek 2011-ben megvoltak, ez a munkanélküliség, jövő kilátás és ezekkel kapcsolatos problémák, korrupció, ezeket nem sikerült felszámolni. És sajnos a statisztikai adatok azt mutatják, hogy valóban az egyiptomi gazdaság azért nem örvend akkora stabilitásnak, amekkorának kellene, tehát komoly problémák vannak, amelyen hát Sisi megpróbálja felvenni a harcot, hogy megreformálja a gazdaságot, de nyilván ennek komoly ára van Egyiptomban.
Így van, és ugye azt is lehet tudni, hogy a muzulmán testvériség jó kapcsolatokat ápolt Katarral, illetve Törökországgal, míg a kormány Szaúd-Arábiához közeledik. Mit lehet tudni most a muzulmán testvériségről? Mennyire tudnak ők most esetleg tevékenykedni, vagy milyen irányba ment el az ő tevékenységük? Mennyire vannak jelen a társadalomban? Hát ugye azt is látni kell, hogy a muszlim testvériség az kétségtelen, hogy miután kormányzatra kerül, veszített hamar a népszerűségéből. Tehát ugye az elnököt, Mursi elnököt több mint 50% támogatta a szavazóknak 2012-ben, amikor elmozdítja a hadseregőt a hatalomból, hát azért már nem volt egy annyira népszerű figura, amelynek elsődlegesen az a kormányzati hiba az oka, amely hát végül is az egy év alatt sikerült elkövetni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt van egy népszerűségvesztés, ugyanakkor kétségtelen tény, hogy még mindig van egy réteg, amely támogatja ezt a csoportot, ez jelenleg nem működhet legálisan Egyiptomban, így például néhány olyan vezető az egész egyszerűen Katárba menekült, és onnan fejti ki a tevékenységét, vagy jelenleg is börtönben ül. Tehát igazából azok, akik nem támogatják jelenleg Sisinek a hatalmát, ezt igazából nem tudják nagyon nyíltan kifejezni, mert elnyomással néznek szembe. Egyébként vannak néhányan a muszlim testvériségből, akik hát végül is radikális irányt vettek, de ugye a sínai félszigeten vannak radikális csoportok, amely hát nem csak az egyiptomi hatóságokkal szemben harcolnak, hanem lényegében mindenkivel szemben, és ez bizonyos szempontból Izraelnek is egy súlyos biztonsági problémát jelent. És ha már ugye említette ezeket a tüntetéseket, amelyek a utóbbi időkben kerültek megrendezésre. Azt lehet olvasni, hogy Sisi ezeket talán még brutálisabb módon próbálja meg leverni és visszaszorítani, mint elődjei. Így van, egyébként hát abszolút megfélemlítik a lakosságot, illetve a titkosszolgálatnak nyilván óriási szerepe van. Ezeket a tüntetéseket az arab világban ma már kizárólag a társközösségi médián keresztül kvázi online szervezik, így egyébként jól felgöngyölíthetőek azok a csoportok, amelyek éppen nagyobb szabású tüntetést próbálnak megvalósítani. Így azt lehet mondani, hogy Sisi gyakorlatilag és a hozzá hasonló vezetők tanultak a 2011-es arab tavasz eseményeiből, és mondjuk Egyiptomban nem látunk olyan eseményt, mint Algériában vagy Szudánban, ahol a tavalyi évben lényegében megbuktatják az elnököt. Egyiptomban nemhogy nem következett be ilyen, hanem hát igazából nem is fog ilyen mostanság bekövetkezni. Az egyiptomi rezsim az alapvetően jelenleg stabilnak tűnik, mindenféle gazdasági problémák ellenére. És ha már említette itt a gazdaságot, ugye azt lehet tudni, hogy elérte a 100 milliót Egyiptom lakossága, és akár egy migrációs hullám is várható ennek következtében. Ugye, ahogy én láttam, ez a demográfiai robbanással hozzák összefüggésbe, tehát nagyon sok gyermek születik. Ugye itt Európában arról szoktunk beszélgetni, hogy demográfiai válság van, ott pedig Egyiptomban úgy tűnik, hogy demográfiai robbanás van, és azt is lehet hallani, hogy Sisi megpróbálja ezt valamilyen módon mérsékelni, hogy a kétgyermekes családmodellt próbálja meg elterjeszteni, kisebb-nagyobb sikerrel, hát majd meglátjuk, mi lesz belőle. De maga az, hogy egy ilyen demográfiai robbanás van Egyiptomban, ugye ez az egyébként sem túl fényes gazdaságára milyen hatással lehet, és ha már itt beszéltünk ugye arról, hogy stabil a mostani vezetés, ez a fajta innen nézve diktatórikus vezetés, mennyire maradhat az a közeljövőben, hogyha a gazdasági területen nem sikerül hozni azokat az eredményeket? Igen, hát valóban Egyiptomban demográfiai robbanás van. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy az egész arab világban mérséklődött már a termékenység iráta, tehát lényegesen csökkent ahhoz képest, ami korábban volt. Most nagyjából az átlagos az egy ilyen 3 gyerekes családmodell Egyiptomban, és valóban ezt szeretnék visszaszorítani. Nyilván ehhez évek kellene.
és hát különösen az a 100 milliónak lakosnak a nagy része fiatal, tehát hatványozódni fognak azok a problémák, amelyek a munkanélküliséggel, szegénységgel kapcsolatosak. Ugye az egyiptomi lakosságnak több mint 40%-a, ez lényegében napi $1 kevesebb jövedelemből él, ergo nemzetközi összehasonlításban szegénynek kell tekinteni. Számukra bármilyen kicsi változás az az élet körülményeiknek az ellehetetlenülését hozza, és igazából, ha ezt nézzük, akkor lehet akár egy robbanás közeli helyzet Egyiptomban. Ugyanakkor említettük azt is, hogy kívülről ez az egyiptomi kormány jelentős szaúdi politikai és pénzügyi támogatást kap. A szaúdiak azért igyekeznek odafigyelni arra, hogy Egyiptom stabil maradjon. Ez egyébként érdeke kifejezetten Szaúd-Arábiának, tehát még Katar a muszlim testvérséget támogatta, addig a szaúdiak jelentős szerepet játszottak abban, hogy megszilárdítsák Sisi elnöknek a hatalmát 2013-tól kezdve. Mennyire tartja valószínűleg azt, hogy Európa határainál meg fognak jelenni az egyiptomi bevándorlók is, munkavállalók, akik szeretnének egy jobb életreményében erre a kontinensre költözni? Most még a híradásokban eddig úgy tűnt, hogy nem ez a nemzet adja a legtöbb bevándorlót, de itt azt prognosztizálják, hogy a lázadáson kívül a fiatalok előtt szinte már csak az az egy lehetőség fog állni, hogy elköltözzenek, váltsanak, kontinenst váltsanak, és akár európai országba jöjjenek. Hát ugye rövid távon én is azt gondolom, hogy nem az egyiptomi migráció a jelenlegi veszély, hanem sokkal inkább a két nagyobb konfliktus góca térségben, mindenek előtt ugye Líbia, illetve a jelenleg is zajló szíriai konfliktus. Ugyanakkor miután azt is említettük, hogy 100 milliót meghaladta Egyiptom lakossága, de a 100 millió fő egy nagyon szűk területen él, az ország területének mintegy 5%-a lakott, ez nagyjából a Nílus folyónak a sávja, hogyha megnézzük, amely mezőgazdasági termelésre is alkalmas, egyébként sivatag az ország nagy része. Tehát egyrészt van egy klímaváltozás, amely különösen negatívan érinti általában a Közel-Keletet, és ezzel összefüggésben, tehát az elkövetkezendő évtizedekben azt gondolom, hogy előfordulhat az, előállhat az, hogy a fiatalok nem látnak más kiutat, mint Európa irányába menjenek. De még egyszer mondom, jelenleg ez nem játszódott le, tehát tömegesen egyiptomiak nem jönnek Európa irányába. Világos, hogy az egyiptomi elnök Sisi a túlnépesedés mellett a terrorizmust nevezte meg, mint a Egyiptom két nagy problémáját. Mit ért ő terrorizmus alatt, és most ezen a területen, mármint a terrorizmus területén milyen irányba halad Egyiptom, kiktől kell nekik tartaniuk? Hát én azt gondolom, hogy két nagy probléma is van Egyiptom számára. Az egyik az a líbiai eseménye. Ugye az elmúlt éveket, hogyha nézzük, akkor Líbiában az iszlám állam jelentős területeket foglalt el, és hát igen brutális tevékenységet is végzett ott az egyiptomi líbiai határ mentén. Egyiptom elég sokat foglalkozott azzal, hogy az iszlám államnak az Egyiptomba átlépő embereit lényegében elkapják, és segített ugye Líbiában annak az ellenzéki csoportnak, Khalifa Haftar tábornoknak, amely harccal a líbiai kormánnyal szemben. A Khalifa Haftar, ő magát egy szekuláris vezetőnek tartja, és hát Egyiptom alapvetően azért is támogatja, mert hogy az iszlám állammal szemben is fellépett Líbia területén, illetve az egyiptomi líbiai határ mentén, és hát azt lehet mondani, hogy az iszlám állam ma már nem ellenőriz területet az egyiptomi líbiai határ mentén, ugyanakkor az iszlamisták azért jelen vannak. A másik ugye a sínai félsziget az egy mondhatni évtizedes probléma már Egyiptomban. Az egyiptomi hatóságok kevés figyelmet fordítottak arra, hogy gazdaságilag is modernizálják ezt a térséget, az a sínai félszigetnek igazából az északi része, nem a déli része, a tengerparti sáv, az viszonylag fejlettnek tekinthető, ugye turizmus révén is. Az északi része a beduinok lakják nagy részt, és alapvetően itt különféle csoportok, terrorista csoportok telepedtek meg,
nem messze egyébként az izraeli határtól. Itt Egyiptom mondhatni most már egy évtizede próbál fellépni a terroristákkal szemben, de az a probléma, hogy csak katonailag kezelni ezt a helyzetet nem lehet, ez egy sokkal összetettebb, komplexebb megközelítést igényelne, és hát a vezetés az általában mindig biztonsági szemüvegen keresztül nézi. Az iszlám állam itt a vilájátes sínai nevű, sínai félsziget tartomány nevű területet kiáltotta ki, miután ugye 2014-ben Irakban és Szíriában is megerősödött, tehát elméletileg itt van egy nagyon jelentős terrorista aktivitás, amelyben hát Egyiptom és egyébként Izrael együtt működik ennek a megfékezésében, hiszen egyik állam biztonságára sem jó a terrorizmus problémája. És hát végezetül nem hagyhatjuk ki, ugye most minden a koronavírusról szól. Azt lehet tudni, hogy Egyiptomban is már regisztráltak egy beteget, aki külföldi volt, elkülönítették. Mi lenne, hogyha Egyiptomban egy komolyabb járvánnyal néznének szembe? Az ottani egészségügyi rendszer fel van készülve egy ilyen eshetőségre? Hát természetesen túlterhelt, és nem annyira modern az egészségügyi rendszer. Ugye hát főleg 100 millió lakosról beszélünk, tehát óriási lényegében a népsűrűség bizonyos területeken, mondjuk Kairóba, melynek a lakossága most már 20 millió főt is meghaladta. Hát ugye Egyiptom számára ez azért is egy nehéz kérdés, mert ugye azt látjuk a Közel-Keleten, hogy számos ország úgy próbál védekezni, hogy egyszerűen nem enged be külföldieket, például napokban Szaúd-Arábia leállította teljes egészében az arándoklatra is beérkező külföldieket. Na most Egyiptom ez gazdaságilag sem teheti meg, tehát hogy ha egy ilyen bekövetkezne, hát jelenleg nem következett be, csak jelezném, hogy erre Egyiptom ilyen értelemben nincs felkészülve, mert ez a gazdasági helyzetet nagyon jelentősen rontaná, hogyha mondjuk Egyiptom lezárná a határait, de ilyen nincs jelen pillanatban. Hát bízunk is benne, hogy a nemzetek meg tudnak birkózni ezzel a feladattal, és nem terjed tovább a vírus. Köszönöm szépen dr. Csicsman Lászlónak, Közel-Kelet szakértőnek, a Corvinus Egyetem docensének, hogy a vendégünk volt. Köszönöm én is. És most következzen az O Praise Him című dal, és utána megyünk tovább. Ez itt a Középpont, és folytatjuk a témát. Egyiptomról beszélünk, illetve Hosni Mubarakról, aki a héten halt meg, és Súrjányi Fannival fogunk beszélgetni tovább a témáról, aki a Mátyás Corvinus Kollégium kutatási igazgatója. Szervusz! Szia, üdvözlöm! Igen, és na mindjárt fogunk is hallani. Szerbusz, most már itt a technikát is megoldottuk. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon jól hallunk téged. És ugye Hosni Mubarakról beszélgettünk az előzőekben is, dr. Csicsman Lászlóval, Közel-Kelet szakértővel. Te mit tudnál mondani, ha összekéne foglalni az ő tevékenységét, politikai pályafutását, mik azok a legfontosabb pontok, amelyeket érdemes tudni róla? Azon túl, hogy már magában a hatalomra kerülése is egy olyan eseményhez köthető, amit az izraeli békekötés váltott ki, igazából nagyon meghatározó volt az egész pályafutása során az, hogy Egyiptom békét kötött 79-ben Izraellel, hiszen az elődjét is emiatt gyilkolták, mert részben emiatt ugye sok minden közrejátszott, gazdasági intézkedések hiánya és a lakosságnak az egyéb elégedetlenségei, de ezért sokan ehhez kötik. Ugye az ő eliminálását is az egyiptomi politikai életből, és igazából Mubarak ahelyett, hogy teljesen felrúgta volna ezt a békét, nagyon hidegen és a lakosság felé nem közvetítve, de mégis fenntartotta azt az egyensúlyt, ami Izraellel egy úgynevezett hideg béke viszonyt alakított ki, úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb az ő a hatalma maradása szempontjából, megtalálta azt a stabilitást mind a térségben, mint pedig az országon belül gazdaságilag, ami miatt ő végül is 30 évig ott maradhatott az elnöki székben. Amellett, hogy ugye az izraeliekkel megmaradt ez a hideg békés viszony,
igazából elkezdte visszapozicionálni Egyiptomot az Arab Liga és általában az arab világországain belül, vissza is költöztették. 10 évvel később, hogy ugye a békekötést követően elvitték Kairóból az Arab Ligának a főhadi szállását, végül is 89-ben visszaköltöztették, és ezeknek mind-mind nagy szerepe van, hogyha Mubaraknak az uralkodását értékeljük. Ugye Csicsma László úr elmondta, hogy a Mubarak részt vett a Jom Kipuri háborúban is, és Egyiptomban, mint az izraeli háborúk egyik hősét tekintették, és ezért is kerülhetett ilyen politikai hatalomba, mert Egyiptomban ez egy szokás, hogy a politikai vezetés és a katonai vezetés úgymond együttműködik, és talán az összes ilyen elnök, modernkori elnök politik, vagy a katonai részt is vállalt. De ugye akkor, ha jól értem, akkor részt vett ebben a háborúban, de amikor elnök lett, akkor viszonylag egy normalizálódó kapcsolatot megpróbált fenntartani Izraellel. Igen, ez rávilágít az ő komplex karakterére, tehát muszáj volt, hogy hitele legyen az egyiptomi társadalom előtt, és igazából fontos volt, hogy Egyiptomot megvédje az egyéb arab országoknak a bojkottjától, és ilyen módon az, hogy ő a háborúban részt vett, hogy mégiscsak fel tudta mutatni, hogy Egyiptom érdekeit képviselte katonai fronton is, az neki egy fontos legitimációs alapot teremtett. És később is ugye Egyiptomban, ahogy azt láthatjuk mindmáig, hogy hagyománya van annak, hogy katonai vezetők kerülnek politikai vezetői székbe, ez neki egy fontos alapot adott a felfutásra. Viszont az izraeliek is realisták, és értékelni tudták azt a pragmatikus politikát, amit Mubarak folytatott. Nem alakultak ki komoly kulturális vagy egyéb szálak a két ország között, tehát nem sikerült az izrael és az egyiptomi társadalmat a béke jegyében tovább összebékíteni, és igazából Mubarak nem is tett azért, hogy az izrael ellenes hangokat elhallgattassa, viszont együttműködött Izraellel, ahol csak lehetett, főleg a terrorizmus ellenes együttműködések voltak jelentősek a déli határnál, tehát Izraelnek a déli Egyiptomnak az északi határánál. Izraelen kívül mely országokkal volt még Mubarak úgymond jó kapcsolatban? Kik voltak az ő szövetségesei az uralkodása alatt? Sajnos rossz a vonal, és most ezt a kérdést nem értettem, remélem, hogy sikerül a technikát teljesen helyére billenteni. Bízunk benne, tehát azt kérdeztem, hogy Izraelen kívül még milyen országokkal ápolt jó viszonyt Mubarak az uralkodása alatt? Kik voltak az ő szövetségesei? Nem elhanyagolható az amerikaiakkal való jó viszony, tehát Amerika folyamatosan támaszkodott Egyiptomra a térségben, és igazából Egyiptomnak emiatt maradhatott meg az izraeli-palesztin konfliktusban való közvetítő szerepe is, még ha kézzelfogható sikert nem is nagyon sikerült elérni, mégis támaszkodtak rá, és igazából Sisi alatt is megmaradt ez a szerepe. Úgy tekintenek rá, mint a térség egy mérsékelt államára, amikor vannak is lázongások, az arab tavasz által felbújtott régiók, Egyiptom mégis egy biztos pont, és igazából jelentős pénzügyi támogatást is kapott Egyiptom az amerikai elnököktől, Amerikától Mubaraknak az uralkodása alatt, 2,5 milliárd dollár érkezett évente Egyiptomba, ugye a gazdasági modernizáció érdekében, illetve a stabilitásnak a fenntartásáért. Egyiptom ugye azok után, hogy visszakerült a kegyelembe az arab testvéri, vagy az arab ligán belül, így nyilván ezeknek az országoknak a mérsékelt, de szimpátiáját is élvezhette, és ma pedig azt látjuk, hogy egyre inkább Szaúd-Arábiával alakul ki egy stratégiai együttműködés. És ha egy picit akkor megpróbálunk a jelenbe visszatérni Mubarak után, a mostani vezetés, Sisi, milyen kapcsolatot ápol Izraellel, illetve a fontosabb volt szövetségesekkel? Azt láthatjuk, hogy tovább viszi Mubaraknak az örökségét Sisi, tehát ahogy egyébként Csicsma László is említette, nem, hogy nem határolódik el, hanem sokszor még keményebb kézzel is lép föl, például a mérsékelt, vagy akár szélsőségesebb iszlamista törekvésekkel szemben, mint a Mubarak éra, és mint ez a Mubarak irában történt. És Sisi igyekszik azt a státuszban tartani, ami hát az országnak gazdaságilag és stabilitását tekintve egy láthatóan érdeke, tehát Amerikával is ezt a semleges politikát folytatja. Most például, amikor bejelentett, most elment a hangod, ezt megpróbálod még egyszer, kérlek elmondani? Hogy kellene erre most reagálni. Jó, most jó.
És ugye a nagy többség nyilván, meg a közös nyilatkozat az lett, hogy, hogy ezt elítélik, és nem tudják elfogadni ebben a formában, de Szaúd-Arábia és Egyiptom voltak azok, akik a lehető legmérsékeltebb állásponton voltak. Ők semlegesen nyilatkoztak, és azt mondták, hogy érdemes lenne tovább gondolkodni, tovább tárgyalni, de semmiképpen sem ítélték el ezt a tervet egy az egyben, és azt mondták, hogy nagyon értékelik Amerikának a törekvéseit, hogy békét eszközöljön a palesztinok és izraeliek között. Úgyhogy a részükről ezért egy támogató mentalitás érzékelhető, és ez stratégiailag is összeköti őket. Ugye láthatjuk azt is, hogy nagyon megosztja a térséget azt, hogy éppen hol milyen regionális hatalmi gócpontok alakulnak ki, és sem Szaúd-Arábiának, sem Egyiptomnak nem érdeke a síta Irán fölemelkedése, és azért, hogy ugye Irán megerősödhetett, ez is közrejátszott abban, hogy ezek az országok egymással, illetve Izraellel is egyfajta partneri viszonyt kezdtek kiépíteni, még ha ugye ezt nem is lehet teljesen látványosan és a lakosság előtt ugye egy nyilvánvalóvá tenni, azért a háttérben nagyon sok együttműködés zajlik. Ugye, és ahogy Csicsman László úr is említette, Szaúd-Arábia is egy fontos szövetségese ma Egyiptomnak. Hova lehet tenni ebben a geopolitikai helyzetben Törökországot? Ugye egyik oldalon van Irán, másik oldalon Szaúd-Arábia. Törökország ebben hol helyezkedik el, és Egyiptom ma milyen viszonyt ápol Törökországgal? Erről mit lehet tudni? Törökország helyzete nagyon komplex, mert nem eldöntött, hogy ők hova fognak állni. Szoktak felrajzolni általában a közel-kelettel kapcsolatban nem csak államokat, hanem ilyen katonai szervezeteket, kisebb politikai kezdeményezéseket is bevonó viszonyrendszereket, térképeket arról, hogy ki kivel van szövetségben, ki kit támogat, és egyáltalán nem egyértelmű a közel-keleten, hogy az ellenségem ellensége a barátom. Tehát itt nagyon sokszor a barátom barátja is az ellenségem, és nem lehet levonni mély következtetéseket abból, hogy ki kivel fog össze, mert attól még nyugodtan lehet, hogy ugyanabban az időben a másiknak a szövetségeseit ellenzi. Törökország ilyen szempontból egy folyamatosan váltakozó, ugye jánuszarcú játékos, hiszen van, hogy azt látjuk, hogy Oroszországgal és Iránnal egyfajta triumvirátust kezdenek kialakítani, és vannak együttműködések külügyminiszteri, parlamenti szinten is, máskor pedig inkább ellenséges a viszony. Valószínűleg ez amiatt is van, hogy mind a két hatalom, Irán is és Törökország is saját maga regionális pozícióját igyekszik erősíteni, és még nem eldöntött, hogy melyik irányba fog húzni, emiatt ugye Egyiptomban is azért egy óvatosabb viszony van. Mit gondolsz egyébként, hogy Egyiptomban, ugye beszéltünk itt az előbb a közel-kelet szakértővel is arról, hogy népességrobbanás van, hogy egy gazdasági kihívások előtt áll az ország. Mit gondolsz, mi a legnagyobb kihívás számukra akár a külpolitikai területen? Egyiptomnak most részben egyébként az izraeli palesztin kérdés megoldása körül is az lesz a legnagyobb kihívás, hogy végül is hova fogja pozícionálni magát, tehát sikerül-e a lakosságot Sisinek ezzel a kemény katonai diktatórikus politikájával olyan mértékben maga mellé állítania, hogy meggyőzi őket a stabilitásnak a fontosságáról és a mérsékelt gazdasági növekedés előnyeiről, vagy Egyiptom újra ki fog lépni az arab tavasz újabb hullámához csatlakozva, akár komolyabb tüntetésekkel ebbe a szélsőségesebb irányba, ami ugye a lakosságnak azon részét, akik gyors gazdasági eredményeket várnak az egyébként jótékonykodó iszlamista szervezetektől, hogyha a lakosság őket fogja támogatni, akkor nyilván az Egyiptomnak is egy teljesen más utat adna. Nem tudjuk még, hogy pontosan hogyan fogja tudni pozícionálni magát Egyiptom. Sisi igyekszik ugye ezt a stabil mubaraki örökséget továbbvinni, de lehet, hogy a diktatórikus politikának ezek után is meglesznek a határai, ahogy ezt Mubarak példája is mutatta. És végezetül még egy picit a muzulmán testvériségről, arról még nem sok szó esett. Hova lehet őket sorolni? Ugye megoszlik nagyon a vélemények, hogy terrorszervezet, nem terrorszervezet, talán Barack Obama idején Amerikában is ez vita tárgya volt. Mi a muzulmán testvériség? Minek tudhatjuk be? Ugye most úgy tudom, hogy Sisi terrorcsoportnak minősítette őket, így nyilván, hogy a tevékenységük is korlátozott Egyiptomban valamilyen módon. Te mit gondolsz, mik ők? Nehéz ezt megítélni, hogyha attól függ, hogy milyen tevékenységüket elemezzük, és milyen szerepükben minősítjük őket, politikai erők is, hiszen
választásokon is jól szerepeltek. Már a lakosság megválasztotta őket, és elkezdtek politikai vezetőként is működni, gondolva akár Mursira, de ugye az izraeli palesztin területeken is fontos szerepet töltöttek be. Nem tudjuk, hogy igazából hogy tudnának hosszú távon stabilan funkcionálni politikai erőként, de az biztos, hogy a katonai águk, akik egyértelműen terrorista tevékenységeket is végeznek és támogatnak, az mennyire lehetne lecsillapítható, vagy akár egy országban, hogyha a muzulmán testvériség tölti be a kormányzati vezetést, akkor teljesen törvényes keretek közé szorítható. Egyelőre inkább azt látni, hogy igenis fenyegető és terrorgyanús a tevékenységük, egészen addig, amíg a feltételeik nem teljesülnek, ami például ugye Izraelben az egész izraeli államnak a felszámolása lenne, és nyilván ezt nem lehet figyelembe venni a békekötéskor. Súrjányi Fannival, a Matthias Corvinus Kollégium kutatási igazgatójával beszélgettünk. További szép napot kívánok! Én is minden jót kívánok!